Esküszöm, hogy legfőbb törvénynek tekintem a betegek testi és lelki gyógyítását, a betegségek megelőzését. Az emberi életet minden megkülönböztetés nélkül tisztelem. Az első magyar orvos etikai kódexbe foglalt orvosi eskü kezdő soraiból idéztünk, amely az orvostudomány atyának ókori szövegéből ered. A hippokrátészi esküt évről évre orvosjelölt generációk teszik le, ünnepélyes keretek között, megfogadva ezáltal, hogy egész karrierjüket az emberek szolgálatába állítják. Szép, de hihetetlenül nagy vállalás, amelynek egy életen átvaló tiszteletben tartása nem egyszerű kihívás. De hogyan lehetséges ez? Két olyan vendéggel keresünk ma válaszokat, akik két végletből tekintenek a feladatra. A sok évtized tapasztalatát, sikerét és kudarcát hordozó orvosprofesszorra. Valamint az egyetem padjaiból nemrég kilépő, egyelőre még álmokat, terveket szövögető pályakezdő orvossal. Dr. Kikeli Pál orvosprofesszort és Miklósi Anna Dorottya rezidens gyerekkardiológust köszöntjük nagy szeretettel. Üdvözlünk a műsorban, és köszönjük, hogy elfogadtátok meghívásunkat. Mi pedig köszönjük a meghívást. Sziasztok! És akkor ennek az igen szép területnek vágjunk is a közepébe, két nagyon szakavatott emberrel, bár különböző generációk, pont azt gondolom, hogy ettől lesz izgalmas ez a mai műsor, hogy meg is vitassuk, hogy ki hogyan került erre a pályára? Ez lenne az első kérdésem. Kezdjük az orvosprofesszor úrral. Erre azt szokták mondani, jó kérdés. Én ha jól tudom egyébként, hogy fussak elejébe, nem ennek készült a professzor úr, talán az édesapja építész volt. Ez így van. Szatmár sokat mesélhetne erről, igen. Szatmár Németi. És akkor ott történt valami változás. Hogy volt ez, ha visszatekintünk egy picit a múltra? Ott nem történt változás, tehát genetikailag apai ágon örököltem az építészet területét, édesapám építész volt, de a nagyapám, akit nem ismertem, mert hősi halottja volt az első világháborúnak, ő is azon a területen dolgozott, sőt a többi felmenő is, és akkor ilyen értelemben természetesen ebbe születtem bele, ezt láttam, és csak egy zárójel, ami az egész életemet meghatározta. Hát én olyan hetedikes koromtól minden évben napszámosként nyaranta dolgoztam. Kömüvesek, mert a szakmát úgy lehet, kömüvesek, ácsok, utána rajzolóként, a segédrajzolóként tervezőintézetben. Tehát ennek meg lesz aztán az orvosi vonatkozása is, de az életet valójában ott láttam, és ott tanultam meg az, hogy nincs különbség emberek között, minden területen értékes emberek vannak, és rengeteget lehet tőlük tanulni. Visszatérve, tehát akkor nem úgy ment, hogy első osztálytól valamire készítették a gyereket, tehát a középiskolában nagyon sok rétű tanáraink voltak, és neveltek bennünket, nem voltak mobiltelefonjaink, ez tény, úgyhogy volt idejük nekik is nevelni, és hát természetesen elég sok mindennel foglalkoztam középiskolás koromban, és emiatt ugye jegyzetelve tanultam, hogy mindenre jusson idő, értem alatt a képzőművészet, egyéb dolgok, tehát az is benne volt ebbe, meg zene, és akkor felvételiztem műépítészetre 1962-be, Bukarestbe, ott volt egyedül a Jumminku, tehát felvételiztem, és a sorsnak egy stupid iróniája, az egyik próbánál, tehát volt szabadkézi rajz, de volt ilyen úgymond műszaki rajz, amit végül is, tehát ilyen korintoszi oszlopfőt kinagyítani 2,5 centiméter, meg egyéb metszeteket, tehát azért nézik a térben látásunkat, és aztán végén ki kellett húzni 1 tizedmilliméteres tussal, tuskihúzóval, és a rajzlapon, azért leragasztva fényképpel egy ablak előtt feküdt, és a bukaresti napsütésben nem tudtam befejezni, száradt be a tus. És akkor magasságos jelezte, hogy eddig. Eljöttem vásárhelyre, nővérem, illetve sógorom, ő itt volt talorvos, nővérem is egészségügyben dolgozott,
hogy volt egy nagyon, nagyon jó építészeti technikum, hogy akkor még van 3 hét, majd oda felvételizek, aztán rá következő évben újból, majd vissza az építészetre, és hát, hogy leszállok a vonatról, hát te úgy is készültél orvosira is, tehát volt ilyen érdeklődésem, ez tény, tehát biológiailag humán érdeklődésem, és akkor elküldték a jegyzeteimet, volt rá 5 vagy 6 napom, és a sors iróniája, második médiával kerültem be a medicinára. Utána még volt egy próbálkozásom, azt a versenyvét, tehát nem becsületes dolog, de kórházi gyakorlaton voltunk Csíkszeredába, és a gyerekosztályon elkaptam egy olyan súlyos virózist, hogy hát éppen akkor megtanultam milyen betegnek lenni, senki se tudta, hogy mi bajom, de hatalmas lázam volt, és akkor ez viszont végig megoldotta a helyzetet, hiszen készültem, de akkor már azt mondtam, na ennyi, és akkor marad a medicina. Tehát több érzés is jött fentről, tudod? Több érzés is jött fentről. Igen, igen, ez így van, határozottan. Ezt rögtön fel is ismeri az ember? Tessék? Rögtön fel ismeri az ember, hogy több érzés jön, hogy hát a második kiszárad... után, a második után igen, de a többit is magamba hordozom. Az ott van. Tehát ha végig tekintek a pályámon, akkor, tehát az, ami genetikailag örököltem, hogy mi mindig építünk, hát úgy észrevettem ösztönösen, én is mindig építettem. Istennek hála, és a másik nagy, amit nem tudok meghálálni a sorsnak, az a 3 év, amikor tehát ezeken az iparépítőtelepeken dolgoztam, nem azért, hogy ez, tehát ez nem az a kényszer önkéntes, akármi alma egyéb szedés volt, ez csak ugyan. Hát vagy akkor megkerestük az iskola felszerelésekre való pénzt, kerékpárt megvásároltad, minden. Úgyhogy megtanultam önállóan élni akkor. Ami nagyon fontos. Igen, és nagyon köszönöm ezt a szüleimnek, különösen édesapámnak, akinek volt bátorsága, mert anya mindig fél, hogy mi történik, és csak ugyan hát veszélyes helyeken dolgozott, mert gyerekként ma biztos nem engednék olyan építőtelepeken dolgozni. Tehát ezeket csak meg tudom köszönni. Átengedjük Dorottyának a szót, mesélj el. Ő is mesélde nekünk, hogy te milyen úton indultál el ezen a pályán, milyen jeleket kaptál? Igazándiból, ha időrendi sorrendben nézzük, akkor bennem először az fogalmazódott meg, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, mert hogy nagyon korán bekerültem egy olyan közösségbe, ahol alkalmam adódott nálam kisebbekkel foglalkozni, és akkor ez mindig olyan nagy örömmel töltött el a napjaimat, és láttam, felismertem magamon azt, hogy ezt nagyon szívesen csinálnám. És akkor innen indult el a fonal, hogy akkor hogyan foglalkozhatnék gyerekekkel, és akkor nálam például felmerült az, hogy akár tanítónő is szerettem volna lenni. Ugye elsődleges, hogy ez nem a tanítónő, óvónő. Igen, ez miket volt. Miket predesztinál az, hogy gyerekek. Igen, ez volt a kiinduló pont, de ahogy haladtunk például liceumba, ugye egyre több lehetőségem volt anatómiát tanulni, ilyen elsősegélynyújtó kurzusokra elmenni, és akkor felismertem magamban azt, hogy hoppá, itt egy kis újabb fény, amit lehet, hogy érdemes lenne az eredeti kis pislákoló lámpával összekötni, és akkor otthon a családba összedugtuk a fejünket, hogy akkor hogy is legyen, hogy a kecske is, meg a káposzta is, és akkor így találtuk ki, hogy ez lenne talán a legjobb megoldás, hogy akkor gyerekorvosnak készüljek. És végül is így is vágtam neki a 6 évnek, hogy ez a cél lebegett végül is előttem mindvégig. Milyen jó, hogy mindkét példa a fényhez kötődik, hogy a tus nem fogott, mert a fény, és akkor a másik felől is a fény. A fényből indult a karrier, ez a karrier. És maradjunk még egy picit a gyerekkornál. Mennyire mérlegeltétek ti akkor gyerekként, vagyis hogy amikor elkezdtétek, hogy itt tulajdonképpen nem kevesebb a tét, mint egy emberi élet. Tehát, hogy maga az életről van szó, aminek a megmentése, a vigyázása a tét. Akkor mérlegeltétek, mikor elkezdtétek? Kinek szól a kérdés? Mindenkinek. Te közelebbről voltál gyerek, úgyhogy... Közelebbről voltál gyerek. Hát ez egy jó kérdés, igazándiból most el is gondolkodtam rajta, hogy mennyire volt tudatos. Hát valamilyen szinten tudatos döntésként éltem meg, de mikor először megszületett bennem, ennyire mélységeiben nem gondoltam bele. Tehát később találkoztál ennek igen, a hát komolyabb... nyilván, mikor elkezdtük
az egyetem alatt egyre több mindent látni, és haladtak az évek, akkor bennem legalábbis akkor tudatosult, hogy rendben van, de hogy azért itt több mindenről van szó, mint hogy egy egyszerű vizsgára kell tanulni, hanem hogy ez egy hosszú távú játék, úgymond, ahol nem az elsődleges cél nem az, hogy a vizsgán helytálljak, hanem majd, hogyha találkozom adott esetben egy ilyen esettel, akkor tudjak helytállni benne. Ijesztő volt a felismerés egyébként? Igen. Mármint, hogy nem rémített meg, viszont hát egy ilyen hatalmas aha pillanat volt, amit úgy meg is jegyeztem hogy magamban. Nézzük, hogy mivel sikerült tovább lendülni ezen? Szerintem végső soron a lelkesedésem segített, és a gyerekek iránti szeretet, hogy akkor felismertem, hogy nem szabad ettől megijedni, hanem igen, egyre többet kell tanulni, hogy egyre kevesebb legyen az olyan helyzet, amitől hasonlóképpen meg tudok ijedni. Ez voltak biztató. Ilyen ijesztő pillanatok a professzor úr életében is, amikor így hopp, az élet a tét. Hát hosszú éveken keresztül sürgősségi osztályon dolgoztam, úgy ideggyógyászati sürgősség, ahol úgy találkoztam a pácienssel, hogy nem ismertük egymást, mármint a páciensek olyan állapotba kerültek be egy agyi történés után, és akkor hát az amúgy egy megindító dolog, tehát egy nagyon motiváló, hát egyszerűen nem látod a személyiségét, tehát nincs ez a tekintet, nincs semmi, mint olyan kommunikációs szinten, és akkor elkezdeni azt, hogy abból az állapotból van vissza. És amikor, tehát most nem részletezem ennek a szakmai részeit, de amikor az első pillantás, és amikor az első szó elhangzik, és látod, hogy ott mély dolgok kerülnek a felszínre, hát az valami fantasztikus dolog, ami mindenképpen kötelez egy életre. Aztán utána belgyógyászati, kardiológiai sürgősségen hosszú éveken keresztül dolgoztam, és innen ered a kapcsolatom a rehabilitációval. Azért a 60-as években, ugye akkor szívérendszeri betegségek vagy agyi történéseknek a száma akkor kezd szaporodni. Manapság sajnos úgy vagyunk, hogy kinek nem volt még, vagy valamihez hasonló sajnos, mert úgy változott az életmódunk, meg sok minden. És tehát akkor ugye az a néhány nap életveszély, és utána az első lépések, és léphetek, és az illető elveszti egyik pillanatról a másikra a társadalmi helyét és szerepét, mert ez elsősorban aktív korosztályt érint. Uh-huh. És akkor a kérdés, ma még ez voltam, és holnap mit, hogyan tovább, és erre senki nem tudott. Az úgy kezdődött az infarktus után, hogy 4-6 hétig fektettük a beteget, ezzel kezdtem a pályafutásomat. Hát az egy döbbenetes tortúra volt, többen haltak meg emiatt, embólia és egyéb következtében. Hozzátartozók mindenki oda voltak állítva, hogy nehogy mozduljon, mert kiszakad a szíve. Aztán az 50-es évek végétől kiderült, hogy ez nem így van. És akkor kezdődött, hogy a szívérendszeri betegeket mozgatni kell, a tartalékokat fel kell mérni, és ez így, tehát így alakult tovább. Tehát mondom, a két extrém helyzetből, mert sürgősségi területen kezdtem, ahol csak ugyan élet és halál volt a tét, és a legváltozottasabb formában, és akkor felvetődött a másik kérdés, jó, de hogyan tovább? Mi lezártuk ezt a folyamat, hogyan tovább? Nem tudott, voltak betegek, akik hónapok után mindenki rokkantosítva lett. Fiatal vagy akármilyen kategória. Aztán így jutottunk el a rehabilitációkat, 972-től elindítottam ezeket a csoportos programokat, természetesen a vizsgálati eszközök is fejlődtek, meg a terápiás dolgok, és a 2000-es évektől pedig az első számú kérdés a megelőzés. De mindenütt a megelőzés, tehát a úgynevezett preventív stratégia az mindenütt jelen van, mert mindig jelenben élünk. És mindig a következő percet kell megelőzni, hogy akkor ne történjen valami. Vagy a következő percünk is legyen ugyanolyan jó, és ugyanígy tudjunk mosolyogni egymásra, mint most. Azt hiszem a professzor úr tapasztalatai valamire azt sugallják, hogy erre a felelősségteljes pályára idővel, és egyre inkább készül fel az ember.
Igen, és azt kell mondjam, hogy eljutni onnan, ahol egy mély esély, zuhanásban, mély repülésben van valaki, egy nagyon súlyos sűrűségi eset, visszatérni az élethez, illetve azt megelőzni, hogy ne kerüljön, vagy minél később kerüljön be abba a kritikus helyzetbe egy egyén, ugye a 21. század ezt már nyújtja, de nem tudunk még mindig élni vele. Azt kell mondjam, sokkal nagyobb erőfeszítés ezen a téren eredményt elérni, mert itt most már társadalmi gondolkozás, egy új kultúrának és új értékrendszernek a kialakulása szükséges. És olyan új dimenziókkal találkozik az ember, amire nem is gondolt volna, de egyébként, tehát csodálatos, nem mondom, hogy nincsenek álmatlan éjszakáink, vagy egyebek. Beszéljünk majd erről is egy kicsit. Mindketten szívvel foglalkoztok. Miért pont ez a terület? Miért pont a kardiológia? Van erre magyarázat? Gondolom, már annyiszor megkérdezték ezt tőletek. Hát én neked frissen jön. Igen. Frissen jön, én nem akarom itt, hogy elkavarjam a dolgokat. Sőt, ráadásul itt még szűkítődik is a kör. Szűkítődik a kör. Nálam valahogy ez úgy alakult ki, hogy akkor nekivágtam a 6 évnek azzal a célra, hogy akkor gyerekgyógyász leszek. De hogy haladtak az évek, ugye ez egy újabb lépcsőzetes folyamat volt, akkor ha anatómián, ha élettanon voltunk, egyre csak azt figyeltem meg magamon, hogy hú, minden vizsgán arra szurkoltam, hogy a szíves tételeket húzzam, és akkor igazándiból azt vettem észre, hogy szívesen tanulok róla, és hogy felkelti az érdeklődésemet, hogy leköt. És akkor valahogy így alakult ez ki bennem, hogy akkor ezzel szeretnék foglalkozni. Negyedéven kint voltam egy féléves képzésen Budapesten, és akkor ott kaptam először betekintést a gyerekkardiológiai világába, ugyanis ott tudtak egy az ottani centrumba fogadni, mint TDK-s hallgató, és akkor ott elkezdtem bütykölni erre-arra, eseteket keresni ugye a dolgozatomhoz, és akkor innen tetőzött ez a lelkesedés odáig, hogy végül is most ősszel, akkor emellett döntöttem, hogy ezt szeretnék lenni. Tudjuk, hogy nem kis teljesítmény, tehát ahhoz a rezidens vizsgán elég jó átlaggal kell végezni, hogy ezt tud választani. Volt B-terv? Hát szerintem akármilyen választás előtt áll az ember, lesz B, C, D terv, és ezeknek a sorrendje gyakorta megváltozik. Nyilván nálam is volt, hogy másként állt a sorrend, és sokszor voltam bizonytalan benne, hogy mi lesz a jó döntés, de mikor sikerült elválasztanom a helyet, akkor úgy éreztem, hogy megnyugodtam. Sőt, igazándiból az első nyugodt pillanatom akkor volt, mikor megláttam, hogy kihozták a helyeket, mert tavaly például egyetlen egy hely sem volt az országban, úgyhogy ez volt talán az első pillanat, amikor elbizonytalanodtam benne, hogy mit is szeretnék választani, és akkor innen kezdtem el morfondírozni BCD terveken, de mikor meglettek a helyek, akkor éreztem azt, hogy ez most jó lesz, és hogy nagyon reménykedtem benne, hogy sikerül azt elcsípnem, és végül is jól is alakult. Neked volt ez a hely fenntartva, küldték bentről a fénnyel. Igen. Professzor úr? Nem volt olyan egyenes ez a terület sem. Persze összefüggésrendszerek vannak. Én másodéves koromtól, lévén, hogy rendkívül komoly tanáraink voltak, Istennek áll az egyetemen is. Megremíteném Baros professzort, Lázár professzort, nem árt, ha hallják, kedves hallgatók, hiszen olyan példaképek és mintáink voltak, akikre feltekintettünk. A szakma pontossága, ő anatómia, illetve mind a kettőn anatómia professzorok voltak, de Baros professzor közben sebész is volt, és az első szívműtéteket, amit itt végeztek, billentyűműtéteket, többek között azt ő végezte. De a másik nagy személyiség az Miskolci Dezső professzor volt, akadémikus,
ő így világhírű tudós volt, és az egész anatómia katedra, az főleg az ideggyógyászat, ő ideggyógyász volt, jelzem európai ideggyógyász, és zajlottak az úgymond kísérletes enkefalomielitis kutatások. Tehát ez az a szklerózis multiplexnek a kísérletes mintája. Most nem részletezem, hogy mi volt ennek a motiváció, sem volt véletlen, és másodéves koromtól belecsöppentem ebbe, nem véletlenül. Azért mondom, mert egy kiváló gárda volt. Máskülönben sógorom is diákkoraiban az anatómián gyakornokoskodott, és évfolyamtársai már kiváló kutatók voltak, tehát, hogy úgy mondjam, mentorálták a lépéseimet, és igenis másodévtől megkaptam a lehetőséget, tehát ilyen professzorim voltak, hogy önállóan kutatást végezhettem 6 évig, és akkor úgy ment annak idején, hogy elkezdted azon a szinten, az alapoktól, a gyökerektől, és aztán mentél át a klinikumba. Tehát miután végeztem az egyetemet, akkor úgymond, tehát versenyvizsgával, még a francia rendszer szerint volt az intern, ilyen egyetemi belső, azt jelenti, ez 2 éves időszak volt, és ebből akkor 1 évet az ideggyógyászaton dolgoztam. Zárójelben akkor sikerült ott létrehozni egy sürgősségi osztályt az alatt, az idő alatt, és közben az anatómián folytatódtak ezek a kísérletek, és ekkor jött egy hirtelen fordulat, most nem részletezem, mert az esküben benne van, hogy politikamentes és egyéb, de az egyetemen akkor már megkezdődtek, ez 68-69, már megkezdődtek ahhoz hasonló fuvalatok, mint itt, és egyik pillanatra a másikra, nem, ez egy külön mesének a része, ez a pálya el volt vágva. A másik évet pedig a 2. számú belklinikán töltöttem, ez egy hírhetten jó klinika volt, híres klinika, teljesen tönkretették, nem létezik tovább, és itt megmutatnám azokat a mintaképeket. Nem tudom, hogyha látszik. Tehát emlékezzünk Horváth Endre professzorra. Itt nagyon sokunknak ő volt a példaképe, egy kevésbé kommunikatív, rendkívül igazságos, nagy tudású integrátor. Ő nem beszélt sokat, de mindenkinek a véleményét meghallgatta, tehát konziliumok voltak, és tudott dönteni. És mindenkinek volt véleménye. Tehát aminek manapság abszolút ritkaság. Manapság minden orvos a legokosabb, és ez egy kicsit elszomorít. Igen, tehát egyszer mintha azt olvastam volna, hogy azt mondta a professzor úr, hogy mi orvosok vagyunk, nem istenek. Így van. Tehát ezt tőlük tanultunk, de persze ez bennünk kell legyen. A másik, szintén rendkívül neves professzor, Olosz Egon professzor, emlékezzünk meg, egyébként a Prokádiának próbálok egy orvostörténeti részt kialakítani, rengeteg dolgot gyűjtök, hogy minél többen lássák, hogy vannak elődeink, és van kire felnézzünk a legnehezebb pillanatokban is. Ő Orosz Lajosnak fia, de egy rendkívül nagy műveltségű, egy rendkívül kommunikatív volt, szóval sziporkázott, imádták a diákok. Horváth professzor tudott szigorú lenni, tudott dönteni, megtanított bennünket. Már az anatómián megtanultuk a pontosságot, meg az egyebet, ő megtanított a klinikámba is, és itt jött a humánum, mondom, egy Ápri Lajossal vetekedő költőnek a fia, tehát innen jött a kulturális rész. És a másik pedig, ez Hajna Imre professzor, aki mind a kettőjüknek a professzora volt, aki a második világháborúba, igenis Kolozsváron, a kolozsvári klinikákban nem engedte meg, hogy a zsidó orvosokat elhurcolják a 40-es években. Ugyanazt tette Horváth Endre professzor, 44-ben Szatmár bombázásánál megint össze találkoznak a dolgok, mikor egy hadikórházat ki kellett ürítsen, és a hadifoglyokat likvidálni, az orosz hadifoglyokat, és nem tette az életek kockáztatására. Egy másik kérdés, ami az orvos esküben van, az életünket kockáztatva se engedjük, hogy a pacienseinknek a jogát valaki tiporja. Természetesen a másik érdekes dolog, amit tanultunk, egymásnak a tisztelete. Ez is kiveszőben van.
de remélem, hogy ezek a dolgok még visszatérnek. Szóval ilyen minták után lettem kardiológus, kezdetben mondom, jó 10 évig, vagy több mint 10 évig sürgősségi osztályon, ami azt jelenti, hogy éjjel-nappal plusz oktatás és egyebek. A gyerekek, mikor a lányomtól megkérték, hogy a gyerekek ott hányottak a klinika udvarán, sportiskolába járt a lányom, és várt, hogy az apja, amikor szabaduljon, vigye haza. Akkor megkérdezték, apád mi? Mondta, szívész. Szívész, igen. Egyébként milyen csodálatos ez a pillanat, hogy ilyen kedvesen megemlékezhetünk akár tanárainktól, és hogy visszük tovább. És hogy tovább. Vannak ezek az emblematikus figurák, igen. Ahogy egyébként így most nézem a meghívottakat, itt talán ugyanez van? Vagy kérdezem inkább, tanár, hogy ugyanez diák. Van? Dorottya. Igen, én is úgy gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy milyen példákat lát maga előtt az ember, és pont ezen a másfél év alatt, amit kint tudtam tölteni, én, és ugye ott TDK hallgatóként ott tudtam lenni a Budapesti Klinika mindennapjaiban. Ezek a mindennapok adtak nekem is egy olyan mentort, akire nagyon felnézek, és nyilván, hogy ez is közrejátszott abban, hogy ki tudtam emellett a döntés mellett tartani. Tehát mennyire szükség van mentorokra, és azokra, akikre felnézünk, hogy tovább lépjünk. És kicsit vizsgáljuk meg azt, amit már itt érintettünk az imént, hogy ezektől a mentoroktól hogy tanuljuk meg azt, hogy orvos-beteg viszony. Ugye erről szól, esküt is teszünk, hogy a beteg jogaiért és még az életünket is feláldozzuk. Hogy erre hogy tanít meg, akár az egyetem és a pályakezdés elején, akár egy pályafutás, hogy indul az orvos-beteg viszony? Illetve hogyan lehet közelíteni egy beteg embert? Igen. Tehát akkor most kezdem én, mert... A tapasztalat azt mutatja, hogy most arra van szükség. Istennek hála, ezen a nyáron eltöltöttük néhány órát együtt is. Értem alatta orvosnak lenni, bár nem számít, hogy milyen körülmények között. Az út szélén, egy rozog a kunyhóba, elhangzott itt világítás és fény nélkül, gyebek, persze megnehezíti a dolgokat. Annak idején sürgősségi mentős koromban bizony ezeket is megtapasztalt az ember. Tehát ez teljesen mindegy, hogy milyen körülmények között vagy, de az adott pillanatban minden körülmény között kell tudják kommunikálni. Tehát abban a helyzetben, amikor valaki abszolút életveszélyben van, és sem közeli, nincs senki, aki valamit elmondjon, ott igen, ott megvannak azok a úgymond tényszerű, objektív paraméterek, aminek alapján nagyon gyorsan kell döntsél, mert az úgynevezett 5 perc időfaktorról beszélünk, hogy 5 percig még van, de utána nem tudom, hogy mi történik. És ezt követően viszont az, hogy hogyan kommunikálsz a pácienssel, az sok mindentől függ. És akkor azt mondom, itt az orvos nagyon kell ismerni a saját személyiségét. Tehát ez is az önismeret. Gondoltam, de jó. Ezen belül azt is kell tudjál, hogy ez, vagy az, aki itt vagy, az csak egy van belőled. És amióta világ. Tehát ez majd fantasztikus dolog. Klónozhatunk, de az ebből az már egészen más. A második kérdés az a küldetéstudat, úgy az orvosnál, mint a páciensnél. Küldetéstudat az, ami adott pillanatban az áldozatvállalást is lehetővé teszi, és nem veszed észre, hogy nehézségben vagy. A harmadik az, hogy a munkádnak értéke van, a páciensnek a munkájának is, bármi, de a saját munkádnak is értéke van. És nem utolsó sorban hihetetlenül fontos az életeseményeknek, az életeseményekről a reagálás. És ezen belül a leglényegesebb, hogy az élet, tehát az életörömnek a megélése. Az, hogy egy páciens, amelyik nagyon súlyos állapotban, rokkantság állapotban van, és hogy tud ezen hogy tudja áthidalni ezt a helyzetet, és derűs életet élni, úgymond minden nehézség ellenére. Tehát az orvos is ezeket a kérdéseket empátiásan meg kell tudja közelíteni, uh-huh. és ezekkel a helyzetekkel együtt érteni. Ezen kívül hihetetlenül fontos az orvosnak a sokoldalú műveltsége. És az a kapcsolatrendszer, amiből ő kikerül,
hogy az is, annak is legyen egy igénye kultúra és műveltség iránt. És így a legegyszerűbb emberben is felismered az értékeket, és csodálni tudod, akinek nem volt lehetősége magát képezni. Tehát meg fantasztikus személyiségeket látunk, mind olyan, és tehát ezekkel, amikor fel tudod venni, és egy azon a hullámhosszon tudsz rezegni vele, és felszabadítod, mert esetleg a panaszát el se tudja mondani, tehát segítened kell. Szóval ez olyan, mint egy nyomozás, mert nagyon gyakran mindig ellentétes irányból kell megközelítsünk dolgokat, hogy olyan panaszokat is elmondjanak, amire esetleg nem is tudnak, de rendkívül lényegesek. Tehát megnyitni a pacienst, és ez az orvos számára is egy fantasztikus hely. Ha ez nem elég tétel a számodra, hogy már a szóval, és itt kezdődik a bálinti orvos-pszichológiai kategória, hogy az orvosnak több érzéke legyen, mint tehát nem csak az érzékszervei, hanem a lelkével is kell tudjon odafigyelni. Tehát Dorottya nagyon bólogat. Szóval ezek fantasztikus dolgok, és hogyha itt vagyunk ezen a szinten, akkor nincs fáradtság, utána lehet, de közben nincs, és amikor egy mosolyt látsz, az, hogy valamit oldottál egy ilyen helyzetet, persze ettől függetlenül vannak nagyon nehéz helyzetek, de a rendkívül nehéz helyzetekben, ami reménytelen, akkor is meg kell találni a páciensnek, megadni a reményt, és az alatt keresni a lehetőséget a konzíliumra, hát ha valamit én nem láttam. És nagyon sok eset volt, ami abszolút reménytelen volt, és igenis volt, lett kiút az egészből. Dorottya, te hogyan készülsz erre a feladatra? Itt mondtad, hogy bólogattál. Hát, ismerőse hangzanak? Igen, és jó ezt hallani, hogy a professzor úr még ennyi év tapasztalata után is ennyire odaadóan tud hozzáállni ehhez a kérdéshez. Nekem ugye ebben még csupán 2 hétnyi tapasztalatom van, úgyhogy ezt nem is tudom nagyon részletezni, viszont az orvos-beteg kommunikáció és hozzáállás tematikájában az érem másik oldaláról tudok véleményt mondani. Ugye nem régiben be voltam utalva kórházba műtétre, és ott éreztem meg igazából, hogy betegként mennyire kiszolgáltatva érzi magát az ember. Még úgy is, hogy ugye orvostan hallgatóként tudtam, hogy mi vár rám, tudtam, hogy ez úgymond egy rutin műtét, de mégis éreztem ezt a lelki kiszolgáltatottságot, hogy igen, én valakinek a keze alá fekszem, és rajta múlik nagyon sok minden. És annyira jól esett, mikor igenis odajött a kezelő orvosom, és nem kellett neki sokat mondania, hanem csak nemes egyszerűséggel, mikor altatás előtt az volt az utolsó dolog, amit láttam és hallottam, hogy ő odajött, a vállamra rakta a kezét, és azt mondta, hogy minden rendben lesz. És nekem ez akkora lelki megnyugvást adott, úgyhogy én is majd megpróbálok ilyen elvek szerint ténykedni, hogy ugyanezt a lelki megnyugvást tudjam visszaadni a betegeknek, nyilván majd a szakmai biztonság mellé tűzdelve. Rövid az időnk, de szeretném, hogy arról is a területről is beszélnénk egy picit, hogy az orvos is egy ember, ahogy itt említődött, hogy nem Isten. Igen, nagyon ideális ez a kép, amit most így felvázoltunk, de mi van akkor? De mi van akkor, amikor az orvos is csak egy ember, problémái vannak, nehézségei vannak. Küzdenie kell a mindennapi rutinnal, ugye, ami ilyen esetben ugye veszélyes, mert nem nézhetünk el egy-egy pillanatot se, hiszen egy élet is múlhat ezen. Hogyan küzd meg egy orvos a munkával és a magánélettel? Mi az a pont, amin át kell lépni? Tehát egy adott pillanatban úgy értettem, hogy itt tehát arról tárgyalunk, hogy emberként, tehát az emberszabású orvoslás. Mert a 21. század nagyon teljesítmény orientált orvoslásá lesz. Abszolutizáljuk az eszközöket, amik az érzékszerveinket kiterjesztik, és ebből rengeteg van, el is vesztődik az orvos is, adott például ezeknek a bűvkörébe kerülhetsz, és egyszerűen nem veszed észre magát a pácienst. Miközben
Igenis, az orvos is ember, és az ő egészsége is egyrészt a testi egészsége. Igen, időnként komoly testi és egyéb problémákkal állunk szembe, és hogy úgy mondjam, az orvos legyen egy klinikán orvos, és nem páciens. Tehát az orvosok korábban halnak meg, mint az átlag ember, sok oka van ennek, sajnos. És lévén, hogy sok mindent tudnak dolgokról, a bizalmuk, orvos, tehát nagyon megválogatják azt az orvost, akihez bizalmuk van. Sokkal bonyolultabb, mint az átlagnak. Ott rátették a kezét, minden rendben lesz, ez egy orvos vonatkozásában sokkal nehezebb. Az orvosnak is megvannak a saját lelki problémái. Egyrészt itt kognitív vonatkozásban kitűnően teljesített egy versenyvizsgán, de ott vannak a szorongásaink, ott vannak a depresszióink, ott vannak az agresszivitásaink, és ezekkel meg kell küzdenünk. Tehát mi is szorongunk, mi is hajlamosak vagyunk. A depresszió nem azt jelenti, hogy betegségig, ez depresszív magatartás. De vannak agresszív kollégák. Az agresszivitást el kell folytani. Az egy született dolog. A többit tanuljuk menet közben. Ott van a társadalmi vonatkozásban rengeteg megküzdés. Csak ha elsorolnám az elmúlt 60 évnek a meneteit, hány nagyon kritikus, most abban a pillanatban úgy nézek, hogy végzetesen kritikus, mert meg a társadalmi egészségünk is. Mi is el kell foglaljunk egy társadalmi helyet és szerepet. És ez időnként nagyon komoly megküzdéssel. És olyan kritikus helyzetekkel, amit a család mindenki átérez, megrendíti, és ezeken is keresztül kell menni, nap mint nap. Most sem kivétel. Ez a hét sem volt kivétel ilyen szempontból az életemben. És mit csinál ilyenkor az ember? Az nem ilyenkor, az orvos, az ember. És akkor jön a negyedik, a spirituális, tehát itt jön a hit kérdése, hogy ez egy helyzet, ha most kibírom, hónap lehet, hogy kisüt a nap. Mert egész biztos, hogy a fejük felett ott van a nap. Összeszorítod és csinálod. Igen. És a fényhez kell állni, és a legnehezebb megpróbáltatásokat is bízni, és itt is, hogyha megvan a cél, és bízok abban, akkor képes vagyok megküzdeni. Nem azt mondom, hogy könnyű, nem azt mondom, hogy nincsenek álmatlan éjszakáink, nem csak ügyeletbe, hanem a mindennap életbe, és természetesen nem egyszerű egy orvos a családdal való egyeztetés. A mi életünkben itt az ünnepnapok, ezek itt, hogy itt vagyunk, ez egy ünnep. A többi is ünnep, de amikor valamit le kell mondani, akkor, ahogy szoktam mondani, az óra csak azért, hogy a kardiológiában, hogy a másodpercet nézem. Ha én azt nézem, hogy hány óra telt el a napomból, akkor biztos betegen megyek az egy nap után. És akkor nyilván sajnos ezeket a család megérzi. Istennek hála, nejem is orvos, tehát a gyerekek, ez azt jelenti, hogy gyakran 16 napot nem látták, vagy 8 napot az egyiket, vagy a másikat, meg a programok reggeltől estig ment, és akkor hát ezt azért megérzik. Nyilván próbáltunk foglalkozni velük minden, de ez, és különösen egy nő, aki orvos, és anya is kell legyen, ott az egy nagyon nehéz egyeztetés. Dorottya, egyébként te frissen végzettként kérdezem tőled, hogy te kapsz felkészülést erre valamelyest az egyetemen? Vagy inkább most így, hogy kezdődik, most látsz bele ezekben a dolgokban? Határozottan most kezdünk el belelátni. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen téren semmilyen fajta felkészítést nem adott az egyetem, mint intézmény. És csak remélni tudom, hogy majd így menet közben majd kitalálom, hogy hol van az én egyensúlyom. Mondjuk abban lehet, hogy én az orvos barátaimat mindig elnézem, hogy rengeteget tanulnak. Tehát 4 napig nem szabad őket zavarni, mert akkor csak arról szól. Az már egy kiképzés valamelyest lehet, hogy de milyen hogy jó, hogy ezek a kulcsszavak, hogy egyensúly, hogy megtalálni az egyensúlyt, hogy az ember önmagát megismerje, és ha önmagával egyensúlyban van, akkor tud igazán gyógyítani. Feltenném így a műsor vége fele azt a kérdést, hogy mire van leginkább szüksége egy orvosnak, hogy jó orvos tudjon lenni? Kérdezzük egyszer Dorottyát. Igen. Így most hogy látod? Um,
Én úgy gondolom, hogy elsősorban, ugye visszavonatkoztatva erre az orvos-beteg kapcsolatra, hogy rengeteg empátiára van szükség, kommunikációs készségekre, és hát nem utolsó sorban tárgyi tudásra, tárgyi és gyakorlati tudásra. Tehát, hogy nem véletlenül szól a mondás, hogy az orvos és a jó pap holtáig tanul, ez tényleg így van. Én is most ugye elkezdtem dolgozni, és ugyanúgy hazamegyek délutánonként, és veszem elő a kis könyvemet, és olvasom újra azokat a dolgokat, amikkel napközben találkoztam. Úgyhogy ez egy véget nem érő folyamat, de hát úgy gondolom, hogy ez így is van rendjén. Hogy ne essen hiba, egy pici sem. Igen. Mert nem lehet. Professzor úr. Hát ma mire van szükség? Azt mondanám, ma 2018-ban. 19-ben már. Tényleg új évet élünk. Igen. Mire van szüksége egy diáknak leginkább? Egy diáknak? Igen. Egy diáknak, és most azt mondom, mert mindegy, hogy diák vagy egyéb, hogyha már egy fiatal orvossá leszel, az, hogy végig tudjál embernek maradni, alázatra. A többit, ha van szellemi kapacitásod, azt eléred, kialakulnak a szakmai és egyéb fogások, de hogy tudjál végig embernek maradni. És a diákoknak is erre van szükségük, hogy, ahogy mondtam, az orvos sem Isten, hogy igenis tudják alazattal fogadni ezt a helyzetet, és próbálják önmagukat felfedezni ezekben, és tudjanak ember maradni. És ne kavarja meg őket mindaz, ami most zajlik, ez a rengeteg zavar, hogy egy hatalmas az orvos migráció. Szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy orvosra sokkal nagyobb szükség van ott, ahol meg kell teremteni a körülményeket, mert az emberek ott sokkal betegebbek, ha arról van szó, vagy sokkal kevésbé vannak felvilágosítva, mint átmenni olyan társadalmakba, ahol nagy szükség van, mert kiürült, nem népszerű a pálya, mert sokat kell, ott is a kihívások nagyok, és akkor Kelet-Európában nagyon szívesen fogadok, és masszívan mennek, egy kis tallérral többért, gyökértelenül, és úgy, hogy soha nem lesz elfogadva, mint ember. Én most nem akarok ropák patriotizmus, 21. században élünk. Nagyon fontos, hogy lássad, hogy mi történik. Ezeket a diák, tehát az innas éveket végig kell járni mindent. De azért nem kell elfelejteni, hogy honnan indultál, és hogy milyen nagy szükség van ott rád. És azt, a minőséget, azt kell ide hozzad. Egyébként a történelem során jó néhányan ezt a kérdést vállalták, és meg is tették. Azért vagyunk itt. Egyébként ilyen formán akkor most már szeretném, hogy a nézőkkel is megosszuk, hogy egész végig itt lebeg ennek a serlegnek a, nem is tudom, a szelleme. Tehát van-e, ad egy hangulatot, hozott egy kulturális emlékezetet, ide be van téve, hogy mondjuk csak el, hogy mi is ez? És mióta? És mióta tart? Ugye második világháború utáni generáció vagyunk, eltájolódva, minden kiírtva körülöttünk, ami hagyomány, és hát adott pillanatban többek között mentoraimnak köszönhetően, és el kell mondjam, diákszövetségi elnök voltam a 60-as évek végén, ez akkor a diákszövetség egy egész külön menet volt, volt KISZ, volt diákszövetség, tehát ezt nem nézték jó néven, nem vették jó néven, és mind olyan, tehát nem egy hosszú történet, és ez is sok buktatóval. Sokszor voltam úgy, hogy kirúgnak innen, onnan, amonnan, vagy falhoz állítottak, de 1968-ban, amikor végeztünk, sikerült Romániába az első évfolyam, hogy az orvosi esküt letegye. Tehát a Hippokrateszi eskűnek a genfi változatát, ami azelőtt 20 évvel korábban született. A másik dolog, ennek sikerült megteremteni a szimbólumrendszerét, tehát a mindenkori méreg, vagy gyógyír, serleg. Másrészt, ugye itt jönnek megint össze az előzmények, ezt én készítettem. Akartam is kérdezni, hogy még egy fontos titok úgyhogy, róla. Mert vagy megcsinálod, akkor lesz, amit nem, azt nem várt, hogy más elkészítse. Hát Istennek hála, megint onnan fentől ez megjött, hogy ezt el tudtam. Persze az öntés az nem az én dolgom,
volt. Ennek a modelljét én készítettem, plusz az egyéb szimbólumrendszerét, és sajnos adott pillanatban ez az újkori egyetem, ahogy sok megrázkodtatáson keresztül megy jelen pillanatban, hát ez is eltűnt. De lévő, hogy a minta nálam megvolt, újra tettem, hogy Istennek hála jelenlegi végzősök most már újból erre tehetik le az esküt, és ugyanaz az esküszöveg, ami annak idején volt, tehát 50 év távlatából, ez úgy mondjam egy jó érzés, reméljük, hogy ez már marad. Igen. A visszalad a kő marad. Visszalad a kő marad. Megvan ez az emlék? Így, hogy most megint itt van? Igen. Milyen érzés? Hát mikor az esküt is mondtuk, akkor is ugye hozták a serleget, és említették is a professzor urat, hogy ez ő általa van itt, úgyhogy ez tisztán él bennem ez az emlék. Megkérdezhetem, hogy az esküből mi az az egy gondolat akár, ami így igazán megmaradt neked, vagy amit fontosnak tartasz és kiemelnél? Érdekes, mert hogy a mi eskütételünket az időjárás viszontagságai tették nehezítették meg, és bennem inkább ez az érzés maradt meg az eskünkkel kapcsolatosan, hogy ilyen nagyon hangosan eláztatott papírokról kellett olvassuk, és ugye mondjuk utána a szöveget, és igazából ez egy ilyen, nem tudom, akár filmbe illő jelenet is lehetett volna, hogy akkor nem számít, jöjjön itt most bármi, mi most helyt akarunk állni, úgyhogy bennem még igazándiból ez az érzés él továbbra is az eskütételünkkel kapcsolatosan, hogy bármi jön, mi megyünk tovább előre. És akkor majd meg lesz az, hogy a szöveget most már úgy, ahogy mondtad, hogy nappal, illetve délelőtt klinikán próbálod a tapasztalatokat szerezni, utána leülepíteni, akkor ma, miután itt befejeztük, újból elolvashatod ennek a szövegét, mert nem árt, ha kitesszük a falra, és naponta elolvassuk. Hiszen olyan kérdések vetődnek fel, ez most már 2500 évnek az üzenete, hogy most is helyt áll. És aki ennek képes eleget tenni, az azt hiszem nyugodtan vállalhatja tovább is. És az a gond, hogy magát az eskütétel, tehát annak a moment ne az dominálja, hogy esett az eső, most nem tehetnek róla, hanem azok, akik, azok adják át előtte, hogy mire teszed majd ezt az esküt. Már akkor hirtelen ez megzavar. De az, ami ezt tartalmaz, valami hihetetlen mélység. És a 2500 éve ez így írott formában fennmarad, illetve egy kicsit módosították, ez egy csodálatos dolog. Hát én kívánom, hogyha nap mint nap is esik az eső, azért adjon fényt, jöjjön a napsütés, jöjjön hozzá az a sok tapasztalat, amit professzor úr, amiről beszélt, jöjjön Dorottya nálad is, és legyen ennek az eskütételnek a tükrében csodálatos pályafutás, és még nagyon sok soha véget nem érő önismeret. Kitartást kívánunk a továbbiakban, és köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük a meghívást. Önökkel pedig nézőink, találkozunk jövő hétfőn, este 8 órától, ismét izgalmas témát boncolgatva tartsanak velünk. Viszontlátásra.